és most egy nagyon fontos barátomat szeretném bejelenteni nektek. A Magyarok Világszövetségének elnöke, Batrubány Miklós, az üdvözletét küldi mindenkinek, aki most itt van, és szívvel, lélekkel támogatja ezt az ébredési folyamatot. És a Magyarok Világszövetségének a nevében Rácz Szabó László barátom jött el most hozzátok a Délvidékről, aki szeretne egy pár szót szólni hozzátok, és arra kérlek titeket, hogy fogadjátok őt is hatalmas tapssal és hatalmas szeretettel. Örülök, hogy itt vagyok, és nem először vagyok itt, és nagyon remélem, hogy nem utoljára. Ezt azért mondottam, mert a kitartás nélkül nem fogunk tudni előre jutni. Azt mondta annak idején, tegnap volt éppen a megemlékezés a 2006-os Kossuth térről, és nagyon jól tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc akkor azt mondta, hadd jöjjenek az emberek, nem probléma, hadd hőbörögjönek, majd belefáradnak, majd beleunnak. Én pedig azt mondom, hogy most ugyanezt mondaná nekünk Orbán Viktor. És azt mondom, igen, föltehetnénk a kérdést. Elfáradunk? Kitartunk? A végsőkig? És miért tartunk ki a végsőkig? Igazság, a gyerekeink, az országunk. Magunkat is ide tehetjük, mert nekünk is szükségünk van arra, hogy élhető életet éljünk, hogy legyen annyi, legalább annyi lehetőségünk, hogy emberként élhessünk ezen a földön, mert igaz emberek vagyunk, hiszen aki itt van, mindaz. És éppen ezt nem adjuk fel. Semmilyen körülmények között nem adjuk a gyerekeinket, hogy beoltsák, mert nem tudjuk, mivel oltják be őket. És ami a legfontosabb, most már véglegesen nem bízunk bennetek. Elveszítettük minden bizalmunkat. Akkor ott 2006-ban az a közösség, és egyébként a Magyarok Világszövetsége is a népszavazással alapozta meg a Fidesz Orbán Viktor hatalmát. Az mozdította meg a népet Gyurcsánnyal szembe. És mi a hála? A pusztítás, a lopás, az a hála, hogy most azt mondják nekünk, nincs választás, csak két lehetőségetek van. És ezt szeretném szemléltetni, hogy mi a mi két lehetőségünk a következő választáson, ha nem teszünk valamit, már pedig tenni fogunk. A választás a következő, ezt mindenki érteni fogja, gyerekek mennek, fiatal gyerekek kirándulni. És választanunk kell, a szülőket megkérdezik, melyik kísérőt válasszátok. És a választás micsoda? Két pedofil, különbség közöttük az, hogy az egyik 20 gyereket erőszakolt meg eddig, a másik pedig csak 16-ot. Na ez a választás most, ha nem teszünk valamit. És majd választhatok. Ezt nem szabad megengedni. A választások egyébként, tudjátok, az mindig valami kegyetlen csalás, legalább 30-40%-a. Nem csak itt, ott a Délvidéken, ahonnan én jövök, ott még rosszabb a helyzet. Már rájuk is bizonyították, és akkor se történt semmi. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az a már említett háttérhatalom mindent megakadályoz. A bankár kaszt, akik egy gombnyomásra milliárdokat termelnek, és nincs mögötte semmilyen termelés, vagy hozzátett többlet, ahogy ezt szokták mondani. Higgyétek el, hogy nekünk gyakorlatilag most a világ fölött uralkodó bankárkaszttal kell szembeszállnunk. De alulról kell kezdenünk, mert hozzájuk nem jutunk, és nem érjük el. Vannak 10 000-en? Legyenek 20 000-en? Hány ember él a Földön? 7 milliárd? 7-8 milliárd ember, nem igaz?
hogy nem tudja helyére tenni ezt a néhány embert. Azt mondják, a tömegnek van igaza. Hát akkor legyen. Legyen. Vegyük el tőlük a vagyont, adjuk vissza az embereknek. Vége a lopásnak, és a lopásból szerzett vagyont vissza kell adni a népnek. Vissza kell kapnunk a földet, ami a miénk. Nem lehet, hogy kiforgassanak mindenünkből. A 150 ezer forintból élő ember. Van ilyen? Meg kevesebbé is, mondják itt a hátam mögött. Miért tűr? Miért tűri, hogy hazudjanak neki? Nem igaz az, hogy ezekkel az oltásokkal kapcsolatban nem látják az emberek az ellentmondásokat. Hát hogy nem? Mondjuk csak egyet említek. Azt mondják, aki fölveszi az oltást, az könnyebben fogja átvészelni majd, hogyha megfertőződik. De honnan tudják? Mert ha felveszed az oltást, akkor oltás után fogsz megbetegedni, ha megbetegszel. Tehát csak azt fogod tudni. Ha oltás előtt, akkor meg csak azt fogod tudni oltás nélkül, hogy betegszel meg. Hogy meri bárki állítani, hogy másképp fog történni, ha felvetted az oltást, vagy ha nem vetted fel az oltást? És amivel kihúzták, nálam legalábbis kihúzták a gyufát véglegesen, az a gyerekek oltása. Ezt eltűrni nem lehetséges. Gyerekeket nem szabad bántani, de nem csak a gyerekeket, hát bennünket se. Milyen bizonyítékaik vannak? Most elmondom a szerbiai esetet. Mert onnan már dokumentumunk van, és pört fogunk indítani a szerb állammal szemben. A helyzet az, hogy Szerbiában már minisztériumi, tehát egy hiteles dokumentumunk van arról, hogy a minisztérium kijelenti, hogy semmilyen dokumentum nem áll a rendelkezésükre, amely alapján azt állíthatnák, hogy a vakcinák nem veszélyesek, hogy vírus létezik, hogy oltatni kell az embereket. Ők maguk mondják. És miközben ők ezt állítják, az emberekre rákényszerítik az oltást, mert kirúgnak a munkahelyedről, ha nem oltatod magad, és így tovább. De ahogy nincs ilyen dokumentum a szerbiai egészségügyi minisztérium kezében, amely minisztérium ugye instruálja a szerb kormányt arra, hogy milyen lépéseket tegyen, például korlátozásokat vezessen be. Ugyanúgy szerintem egyik másik kormány kezében sincsen ilyen. De a WHO kezében sincsen. Nem tudnak semmit bizonyítani. És hazudnak természetesen. Hol van a magyar szokás jó? Hozzátenném, megölik az időseket. Az időseket az természetesen most már tudjuk, hogy Németországban kitört a pánik, mert az idős otthonokba szinte mindenkit beoltottak, erőszakra akarták, nem? De az újonnan megbetegedettek 70-80%-a oltott ember. Akkor miben segít? Mire való? Miért jó ez nekünk? És miért kell mindenkinek legalább egy Pfizer vakcinát fölvenni? Erre adjanak nekem választ! Az előbb említettem azt, hogy komoly harcot kell vívnunk. Sajnos a magyarság megint előtérbe került, hiszen nekünk úgy látszik ez valamiféle szakrális kötelességünk, hogy előjárói legyünk a világnak a védelmi, az emberiség védelmében. A Magyarok Világszövetsége 2000 óta szenved, bármilyen kormány van Magyarországon, attól, hogy állandó jelleggel támadják, megvonták a költségvetési támogatást, 110 vagy a fölött
pert indítottak a világszövetséggel szembe, és gyűlölik, amennyire csak lehet, ebből a házból. De miért? Csak egyetlen egy indokot tudok mondani, más nem lehet, mert magyar! Így van, magyar ház! Ugyanez a helyzet a magyarsággal is. A magyarságot is gyűlölik. Bizonyíték! A köztársasági elnök, ugye most már Szerbiához tartozik sajnos az a rész, Zimonyról biztosan hallottatok, Hunyadi Jánosról is bizonyára hallottatok. Zimonyba a köztársasági elnök küldött egy Hunyadi János szobrot, és ez a szobor, ez úgy néz ki, mint a rajzfilmből az Asterix. Ennyire gyűlölik a magyarságot a köztársasági elnök. Igen, úgy hívják, hogy Áder János. Gyűlöli, levézi, köp a magyarságra. Nemes mondja. És a hamis köztársaságnak ebben igaza van, mert nincs köztársaság. Ugyanis a lényeg az, hogy Magyarországnak nem új alkotmányra van szüksége, mondom én. Magyarországnak van alkotmánya, és 800 évnél már jóval idősebb. Szent korona. Nekünk a régi alapokra kell építeni, azokra az alapokra, amelyek már bizonyították, hogy a nép érdekeit szolgálja. Ezért az előbb, aki felszólalt, mondta, hogy hát új alkotmányt kell készíteni, sajnos nem lehet, lehetetlen, hiszen nekünk van alkotmányunk, ezt kell a maga helyére beállítani, és higgyünk a szakrális koronánkba. Nagy boldog asszony áll mögötte, az ő lelke van benne, és ezért ennek a koronának a tulajdona. Ennek a koronának a tulajdona a magyar föld, és a magyar földnek, a magyar koronának a magyar alkotmány, a történeti alkotmány, az alkotmánya. Amint azt visszahozzuk, azonnal boldogság, öröm és jólét fog törni a magyar földre. Ezzel szeretném befejezni még egy mondattal, és esküdjünk meg, hogy nem adjuk fel. Esküszöm! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Nagyon köszönjük László szavait, és most kérlek, hallgassátok meg egy harcos társnőnknek a szavait, Pozsa Tamara, tied a... Most nem foglak titeket sokáig mutatni, két dolgot szeretnék. Az egyik egy vers nekik, a másik egy dal tőlem nektek. Úgyhogy én kezdeném akkor a nehezebb részével, és akkor essünk túl rajta. Ez egy François Villon vers lesz, Villont valószínűleg elég sokan ismerik. Most tekintsünk el attól, hogy ő ugye a parlamentnek reklamál, nézzük azt, hogy ő a teremtőnek reklamál. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok. Ugyanis jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonyít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a rohadt tetves ketrezben, ahová bezártak csak én fogjam be a pofámat? Nem. A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne. Ha most a parlament elé nem állnék, s a végső lehellete még nem protezsálnék, hogy ártatlan vagyok. S a sirolom házba zárnak, még a szuronyok merev négyszögben állnak, még a bitó alatt a martalócok várnak. Hát most is? Most is fogjam be a pofámat? Nem. Látjátok, nem hiába firkálok. Mert ezt a verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árok és csalánnőtt volna a gyomromon. Ezért, ha az urak a nyakadra hágnak, a teremtő előtt
Ne fogd be a poppádat. Úgy van! A végén muszáj voltam egy kicsit módosítani. Ugyanis nincs velük dolgunk. Nincs ezekkel a bűnözőkkel dolgunk. Mandátum nélküli, hazáruló bűnözők. Igazából egy dolgot várhatnak, azt, hogy menekülhessenek innen. Ha jobbak akarunk lenni, akkor elengedjük, ha nem akarunk jobbak lenni, akkor megdolgoztatjuk őket a börtönkosztért. Így van. Ezt nektek kell tudnotok. Ami viszont tény, hogy lehetünk jobbak, mint a múltban, lehetünk nemesebbek, mint a múltban, építhetünk aranykort, de az vaskori eszközökkel nem fogjuk tudni. Úgyhogy nincs szükség vérontásra, elég szent már ez a föld az őseink vérétől, meg a mi vérünktől, úgyhogy hagyjuk őket eliszkolni, legyen ez a sarkantyúk csatája. Amit viszont megfogtam, az már inkább a szívemből szólna is. Ne add ő szóljon benne. Szól valami szent. Megtisztítja a szíved, magas égi világba visszaköt téged. Szeretetről szól, bölcsesség erejéről megmutatja, honnan jöttél, tisztán ragyogó fényből. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény mag, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiárad. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény mag, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiáraz. Éneklek neked egy dalt, megtisztítja a szíved, magas égi világba visszaköt téged. Szeretetről szól, bölcsesség erejéről megmutatja, honnan jöttél, tisztán ragyogó fényből. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiárad. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiárad. Magas égi világba visszaköt téged. Szeretetről szól, bölcsesség erejéről megmutatja, onnan jöttél, tisztán ragyogó fényből. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiáraz. Tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fény vagy, tisztán ragyogó fényed minden lényre kiáraz. Nagyon nagy lehetőségünk van. Azok a magok vagyunk, amiről szóltam. Ha azt a magot elejtik bárhol, húzzanak rá centis betont. Rejtsék el a fény elől, utat fog törni magának. Érezzük végre, hogy magok vagyunk, és törjünk utat magunknak, de az felfelé vezet, és nem a tárgyakba.
próbáljunk visszatalálni a Teremtő Egyistenhez, a Boldogasszonyanyánkhoz, a jószándékunkhoz, emberségünkhöz, és nem lesznek ilyen zsarnokok a nyakunkon. Takarítsuk el őket. Köszönöm.